Csepregi Nándor szerint a népszavazás olyan jogi-politikai lépéskényszert hoz, amellyel a kormánynak élnie kell majd. A voksolás eredménye egyben adukátja is lesz a kormány számára azzal a Brüsszellel szemben, amelyik a parlament és a magyar kormány több intézkedését már semmibe vette korábban. A népakarat viszont megkerülhetetlen, mások által is követhető példát jelent majd. Azért a népszavazással, mert számtalan olyan döntés volt már, amit a kormány és a parlament szentesített, a kormány kezdeményezésére a parlament elfogadott. Majd látjuk, hogy az Európai Bizottság a kezében lévő jogi eszközökkel megváltoztatta. Azért van szükség a népszavazásra, mert ez egy olyan jogi eszköz, egy olyan politikai kényszer a mindenkori politika, a mindenkori kormányzat számára, amelyet sem Brüsszel, sem pedig mások nem tudnak kétségbe vonni. Miközben Matteo Renzi, az olasz miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár már irányt módosított és nyilatkozatai alapján fékezni az idegenek beáramlását Európába, Brüsszel még mindig látványosan szembe megy az egyértelmű választói közakarattal, világította meg a Hatvan Online-nak a miniszterelnökség államtitkára. Itthon ugyanúgy gondolkodik a kormány, mint az emberek. Szolidárisnak, humánusnak kell lennünk, de ez nem mehet az ország rovására. A segítséget kell odavinni, ahol a probléma van, nem a problémát idehozni, nyilatkozta Csepregi Nándor. Nagyon nagy hiba, hogy Európa nem tudja magát megvédeni, a gyengeség pedig ösztönzőleg hat a bevándorolni szándékozó tömegekre, jelezte Szabó Zsolt államtitkár. Szerinte a pozsonyi uniós csúcson nem történtek határozott lépések a népvándorlás megállítására, nekünk pedig el kell döntenünk, családjaink biztonsága, jövője a fontos, vagy a kötelező betelepítés feletti szemethunyás. Naponta olyan hírek, információk jönnek, amitől az ember elgondolkodik, hogy mi a fontosabb, a családja, a saját környezete, a gyerekei, az unokái, a nagyszülei, a szülei, vagy pedig éppen az, hogy most befogadjunk-e bevándorlókat, befogadjunk-e ilyen gazdasági bevándorlókat. Én úgy gondolom, és azt mondják az emberek is, hogy igenis elmennek szavazni, igenis a demokráciában alapvető dolog, hogy nyilvánítsunk véleményt, és akik elmennek zömébe, azt mondják, hogy nem. Hevesen Svejtszer Sándor polgármester meglátása alapján ugyanígy szembetűnő az emberek akarata. A legtöbben elmennek október 2-án vasárnap, és nemmel szavaznak a kötelező bevándorló betelepítési szándék megakadályozásáért. Nekem nagyon-nagyon pozitív visszajelzések voltak. Szinte azt mondhatom, hogy az általam gyűjtött 70 aláírásból senki nem volt olyan, aki bármiféle negatív van nyilatkozott volna egyáltalán. Október 2-a azért is fontos lehetőség, mert a jelek szerint még mindig erőltetné Brüsszel a kötelező bevándorlási kvótát, hangzott el a fórumon.